Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk Tápió szőlősön, vagy hát inkább a szélén, mint láthatjátok, ez itt a Ceglédi út, amin elég rendes forgalom van, sőt az előbb egy volánbusz is elment, tehát sajnos most ilyen buszközlekedést nem tudok nektek mutatni, és mögöttünk jön valami, de ami miatt ide jöttünk, nagyon ügyes, ezt fel is veszem nektek srácok mindenképpen, mint a barmok úgy mennek. És akkor meg is mutatom nektek itt, hogy miért jöttünk ide. Sajnos a helyre nem fogunk tudni bemenni, hiszen nincs engedélyünk, már pedig magánterületre nyilván nem fogunk behatolni engedély nélkül, de itt Tápió szőlősen van egy telep, ami tele van régi metrószerelvényekkel, villamos szerelvényekkel, nem csak magyar villamos szerelvényekkel, hanem ha jól tudom, akkor némettel, de régi orosz kék metrószerelvény is található ezen a telephelyen. Egyébként a tulaj az nem nagyon enged be senkit a telephelyre, nyilvánvalóan érthető okokból adódóan, és ha jól tudom, akkor mind eladó a mai napig. Ennek a táblája egyébként kint is lesz itt a kapunál, amit majd megmutatok nektek mindjárt. A toldalt már majd lehet látni. Sajnos sokat nem fogunk látni egyébként, mert hogy elég rendesen körbe van kerítve, és egy épület is van itt a telephelynek a elején, illetve körül teli van fával az egész, és emiatt az oldalsó kerítésekből, vagy kerítésektől nem látni semmit innen kívülről, közterületről. Úgyhogy csak innen, itt az eladó gépek felirat felől fogunk látni egy pár érdekességet. Hát ott az a teherautó is annak minősül, de inkább az a bengáli, ami érdekesebb, és ott mögötte láthatjátok a kék, két kék metrószerelvényt, illetve szerintem az a sárga villamos, az pedig egy német villamos. Hát szépek, de szomorú, hogy itt végezték, és így végezték. És hát évek óta kint van ez az eladó tábla, tehát az illetőnek nem nagyon sikerült eladnia. Nyilvánvalóan nem is nagy a kereslet egy ilyen iránt, és nagyon szomorú, hogy még a különböző graffitikkel is megalázták ezeket a szerelvényeket. Igazából azért nem nagyon titkolom, hogy hol vagyunk, mert hogy az interneten bárhol megtaláljátok, illetve van olyan videó is fent, ahol konkrétan körbejárták a két szerelvényt. Na, egy kicsit rá közelítgetünk a szerelvényekre, ha már bemenni nem tudunk, de hál' Istennek a technika adott ahhoz, hogy jól lássuk ezeket. Még a pályaszámok is könnyedén leolvashatóak. A bengáli mögött áll ez a másik kék orosz metrószerelvény, a metróvagonmás gyártmánya, illetve középen ez a... Igen, ez egy német, ugye ott a jelzésből is lehet látni. Hát szomorú. Na, hát itt oldalról is majd mindjárt láthatjuk. Igazából nagyon nem is akartam erőszakoskodni olyan szempontból, hogy megkeresni itt a tulajt, nem is akarok nagyon bemenni, mert teljesen felesleges. Azt gondolom, hogy innen kívülről minden bőven lehet, bőven látható. Én nem akarok nagyon a járművekbe besétálni, bemenni. Nektek se javaslom azt, hogy magánterületre bemenjetek, közterületről meg azt filmeztek, meg fotóztok, amit szeretnétek, és szerintem innen is bőségesen lehet látni mindent, ami érdekes lehet. Úgyhogy látjátok, el van kerítve, és innen is bőven lehet látni mindent itt a villamos oldalról. Ha bármit a járművekről konkrétan tudtok, hogy mikoriak és mikor lettek leselejtezve, hogy kerültek ide, azt nyugodtan írjátok meg, mert az interneten ezekről viszont nincsen semmilyen információ. Úgyhogy ilyenek jöhetnek mindenképpen. Na, még onnan is megnézzük. Hát egyébként nagyon könnyű itt megközelíteni a Ceglédi útról a helyszínt, és mint látjátok, ahogy az előbb is mondtam, nagyon könnyű innen kintről is az egészet körbe videózni, mert nem túl nagy telep, és szemmel látható jó helyen vannak. A másik oldalról, amikor az elején még mondtam, hogy nem lehet látni, ott egyrészt ilyen típusú betonkerítés van, másrészt ott nagyon benőtte a dzsindzsa, úgyhogy erről az oldalról nézzétek meg ti is, hogyha szeretnétek. Na, még annyi, hogy megpróbálunk itt egy kicsit benézni a villamosban, nyitva van az ajtó.
de láthatjátok, hogy belül is minden megvan egyébként, tehát ülések is viszonylag jó állapotban, ugye azon kívül, hogy rohad maga a villamos, tehát belül nincs kicsontozva, tehát megvan minden, ott is jobban beláttok. Hát a metróba így annyira nem lehet belátni, így az ablakokon keresztül, de szerintem abban is megvan minden egyébként. Na, srácok! Hát köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Szerintem ebben a témában pont ennyi volt. Igazából nem hiszem, hogy valaha ide visszatérek, mert ilyen elhagyott járművek, ez szerintem pont ennyit ér, és innen tényleg kívülről mindent bőven be lehetett látni. Nem nagyon vágyok egyébként arra, hogy én bejárjak ezekbe a régi szerelvényekbe. Szomorú, hogy itt végezték, és szomorú, hogy semmi céljuk nincsen. Nem itt lenne a helye Tápiószőlősön, a Ceglédi út szélén, hogy itt rohadjon. De hát eladók a gépek, srácok, ha bárki esetleg szeretné magának, akkor fel tudja keresni a tulajt. Úgyhogy én megköszönöm nektek a figyelmet még egyszer, és akkor innen, ahonnan elindultunk, innen a bejárattól. Mindjárt fordítom is nektek. Innen köszönöm még egyszer a figyelmeteket. Leírásban mindent megtaláltok. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!